Nincs szükség arra, hogy télen hétfőnként is nyitva tartson a vásárcsarnok. Ez a legtöbb vásárló véleménye a piacon. Én megmondom őszintén, hogy ha nyitva lenne, akkor se lenne senki vásárló. Még sokszor ilyenkor sincsenek vásárlók, csak nézegetik a piacot. Mi ritkán jövünk be, úgyhogy szerintem mindenkinek kell egy szabad nap. A híradónknak nyilatkozott kereskedők ugyanezt szorgalmazzák, vagyis hogy legyen továbbra is szünnap a hét első napja. Jobb lenne azért zavarabb a piac, mert akkor van az emberek pihenő ideje. Szóval többi napokon ugye dolgozik az ember. Ez legalább így fix akkor. Mert megvan neki akkor a kandidatok a varázsa. Szerintem meg tudnak vásárolni a vasárnap is az emberek ugyanúgy. Eddig se volt nyitva, és ugyanúgy mindent meg lehetett venni. Ha valaki 6 napon nem keresi meg magát, akkor hetedik már nem. Hétfő van már csak egy olyan, hogy nekem is kell vasárnap helyett. Meg takarítok, meg főzök, meg kint a kertemben dolgozok. Csütörtökön tárgyal a szombathelyi közgyűlés arról, hogy változtassanak-e a jelenlegi nyitvatartási renden, amit a vásárlók és a kereskedők igényeihez igazítanak. Végeztünk mi már egy igényfelmérést arra vonatkozóan, hogy a kereskedők miként látják a hétfői napok történetét. Ez a jelenlegi 85 megkérdezett kereskedőből 80-an nem óhajtanak hétfőn kinyitni, és 5-en szeretnék, hogyha az üzletüket kinyithatnák hétfőn. A közvetlenül az ünnepek elé eső hétfők eddig is kivételek voltak, és egy hónap múlva is így lesz. December 23-án, a karácsony előtti utolsó hétfőn nyitva tart majd a vásárcsarnok.